Hát azt hiszem, most sok mindenkiben vegyes érzések vannak. Neked mi áll most a fejedben? Hú, hát először is nagyon elfáradtam. Másodszor próbálom ugye helyén kezelni ezt a mérkőzést. Valaki azt mondja a mérkőzés előtt, hogy 3-3 a vége, akkor lehet, hogy kicsit pozitívabban értékelem, mint most. Ha 2-0 után azt mondják viszont, hogy 2-2 lesz egy percen belül, akkor viszont nagyon kritikusan értékelem. Utána úgy érzem, hogy nehéz két ilyen pofonból ismét felállni. Sikerült, de ez még nagyon így a selejtező elejé forma volt szerintem. Akkor is mondom, hogyha az elején megnézem ezt a lengyel válogatott, megnézem a magyar válogatottat, tudom milyen játékosok, melyik oldal, stb. Azonban ebbe most kicsit több volt, úgyhogy remélem, hogy csak a selejtező elejé forma volt. Ilyenkor egyébként ugye beszéltél a kritikus időszakokról, kicsit még több koncentráció, vagy dörzsöltség, vagy mi az, amire még szerinted szükség van? Labdával egy kicsit kevés volt, úgy érzem. Próbáltuk mindenképpen. Igazából az első gól azt maximálisan tükrözte azt, amire készültünk, hogy a Salának a gyorsaságát mindenképpen ki szeretnénk használni azzal, hogy én visszalépegetek a három védőtől. Azonban ott előttem ott nagyon üres területek voltak. Nem tudtunk igazából az ellenfél tér felén játékpillanatokat kialakítani. Én itt láttam az első fél időben főleg a legnagyobb hiányosságot. A második fél időben pedig az, hogy a két gól után nagyon védekezésben nagyon passzívak lettünk. Miközben olyan szinten pszichésen érthető, hogy ha kapsz két gólt egy perc alatt, akkor valamilyen szinten egy pillanatra, mint a boxban kicsit meginoksz. És utána kellett megint, hogy átlendüljünk arra, hogy ismét előrefelé védekezzünk, merjünk előrefelé védekezni, ne féljünk attól, hogy egy az egyeket kell védekezni, akkor is, hogyha Lewandowski-król, vagy Piatekről, vagy Milikről beszélünk. Ez össze is jött, és ennek köszönhető az is, hogy megszereztük a vezetés. Aztán hát villant egyet a világ legjobb játékosra. Mennyit segít majd azért az, hogyha visszagondolsz később erre a mérkőzésre, hogy hosszú idő után újra betaláltál a válogatottban? És hát tudom, hogy nagyon sokat dolgoztál önmagában azért is, hogy ilyen formába kerülj. Hát a formám az még nagyon messze van, amit így saját magamtól várok így az EB-ig. Így lassan 34 évesen is megpróbálok olyan formában még így a karrierem vége felé rendülni, hogy az tényleg a csapat segítségére legyen. Azonban persze, az, hogy betaláltam, az segíteni fog ebbe a formába rendülésbe. Illetve, hogyha a Langi befejli egybe, akkor lett volna még egy gólpasszom is. Dolgozunk tovább, csináljuk tovább. Jön két nagyon kellemetlen és nagyon fontos mérkőzés. És ahogy említettem, remélem, hogy a csapat fejlődni fog még az következő selejtezőkig, illetve az EB-ig. Jó folytatást, köszönöm szépen! Köszönöm.